Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, sziasztok, én Réthei Balázs vagyok, ez pedig a Tribune Show folytatása, egy következő vendéggel fogunk harcba szállni az FC 24-be, amint láthatjátok, a vendégünk pedig Lékai Máté, akinek köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon köszi Máté, hogy is vagy. Mert is nagyon köszönöm a meghívást. Ezt a harcba szállást, ezt lehet finomítanám, mert játszottunk itt az adás előtt egy picit, és mondjuk úgy, hogy rozsdás a gépezet, Máté pedig meglepően pici tud fifázni. Nem, egyáltalán nem. Nagyon-nagyon-nagyon régen, még időszámításunk előtt ott még játszottam fifával, de az nem mostanában volt, tényleg ilyen 2010 körül. Úgyhogy az akkoriban volt. A Juventus szurkolás az megvan. 96. A Ajax elleni döntőt, ami az 95, a 96 már Dortmundi volt, azt hiszem. Vagy hogy van? Már összefolynak az évek. Hát igen, akkor, amikor a Ravanelli, Vialli, Torricelli, Di Livio, Peruzzi, stb. Micsoda nevek. Del Piero. Mostani csapatot követed? Hát az a baj, hogy nem. Sajnos egy pár évvel elengedtem a kezüket, mert mérhetetlenül bőn rossz focit játszanak sajnos. És hát sőt, idén se jobb, most is ez a hát ez már ez is csoda, hogy dobogon vannak. Hát igen, csak hogy a játék az nem lett látványos. Jó, hát oké. Okay. Márnak is örülnék, ha csak nyernének, és most lenne a foci, mint még Capello idejében, de... Na és ugye, aki még nem látott Tribune Show adást, az tud, annak tudnia kell, hogy ez arról szól, hogy játszunk a vendégünk ellen, és közben kérdésekkel fogom őket bombázni. Ez ugye 5 kategóriából fognak tudni választani. 100-as, 200-as, 300-as, 400-as és 500-as kérdésből. Ezt már én neked is mondom. Igazából látszik, hogy én még nem láttam ilyet sajnos, ez be van becsületesen. Tudtad, hogy lesz kész kérdés? Nem. én azt hittem, hogy csak játszani kell, de... Így lehet hátra van esélyünk közben kell gondolni. Örömmel vagyok itt. Azt is tudnod kell, hogy 2 kategóriából, illetve 2,5 kategóriából tudsz választani, vagy tudtok majd választani. Igen. Hiszen lesz majd amerikai sportok, tehát NFL, NBA, és plusz egy kicsi kézilabda. Aha. Illetve majd a motorsportok, inkább a Forma 1 lesz. Tényleg? Így van. És ez beleszámít a végeredménybe? Igen. Így van. Tehát pontokat fogunk osztani. Ugye a játék az 1000 pontot ér, a kérdések pedig ugye kategóriánként érnek 100, 200 és az 500 pontig. Aha, és mondjuk ha kikapok 2-0, akkor hány pontot kell szereznem ahhoz? Hát úgy 2100-at. Nem tervezek kikapni, csak úgy érdeklődöm. Hogy esetleg úgy alakulna a történet. Na nézzük, kezdjük el a kérdéseket is. Máté, Tilda, lehetőség válasz először kategóriát, és utána ugye nehézséget. Nagyon ciki, hogy visszakérdezek, milyen kategóriák van. Úgy látszik, a játékra figyeltél. Ugye amerikai sportok, NFL, NBA. Amerikai sportok, legyen az. De a Forma 1 is van. Amerikai sportok. És akkor 100-as, 200-as, 300-as, 400-as, 500-as kategóriában. Közel volt. Hát legyen az 500-as. Hoppá, önbizalom az rendben. Az igen. Hát is. Azt mondod, lehet, hogy kézére kellett volna elkölteni azt, de jó lesz így is. Felkészülési mérkőzés meghozta önbizalmat? Ja nem, hát a kérdés nem igaz a felkészülési mérkőzéshez. Ugye mivel 500-as kérdés, így egy nehéz kérdést fogsz kapni. Az NFL hivatalos trófáját a Tiffany & Co. cég gyártja. Igen. Igen. Az első két Super Bowl-t ugye a Packers nyerte. Igen. Aztán 70-ben kapott egy nevet. Mit ez Lombardi? Igen. Na de az a kérdés, hogy Lombardi melyik csapattal nyerte meg a Super Bowl-t? De szép volt. Értve, bocsánat, ki volt az, aki a... Már kérdése jó. Én is a focit figyelem. Na, szóval... Melyik volt az a csapat, aki elsőként Lombardi trófeát tudott nyerni? Ah, tehát, hogy ki nyerte meg 70-ben? Ezek szerint az... A 67, 60... 71-ben. 71-ben? Igen. Ja, hát, ami már nem... Ja, értem. Valóban nem könnyű a kérdés. Figyelj, én azt gondolom, voltak nagy... Hát... Én kockáztatok, ez ugrott be elsőnek, nézzük meg...
Chicago Bears. De nem. De nem. Jó, akkor nem tudom, sajnos. Egyébként majd a... Na mindegy, ezt nem mondom el, hogy a... Még lesz a Bears győzelmével kapcsolatos kérdés, de egyébként a Baltimore Colts volt. Baltimore Colts, te szép! Az lesz. Hú, de izgultál, de izgultál! Be kéne húzni, de figyelj most, kiúszta a 0-0. Igen, ez így van. Ezt meg kell jegyezni, hogy így van. A 0-0 és akkor most a Taki kap kérdéseket? Így van, igen. Jaj, most történnek a gondok. Taki válasz. Tettem a labdát. Milyen kategóriák vannak? Jó, tudom. 200-as Amerika. Jó. Bocsánat. Még a kérdése hangzott el. Jó, de ezért makkerból volt. Igen, ez kipagol volt. Az idei Super Bowl döntő a Las Vegas-i Allegiant stadionban játszódott. Igen. Stadionban. Jó, mit kell itt izélni? Kinek a stadionja ez? Ez a kérdés? 200-as. Hát ez, ne haragudj, ez nem 200-as, ez egy 50-es kérdés volt szerintem. Hát jó, a köbben igen. Szerencsére Balázs nem követi az NFL-t. Milyen életerű fülörés volt? Hát ez... tudom, akkor... Na jó, mindegy, úgy látom hazai pályán vagy te itt a kérdésekben. Nem, eddig nem. Eddig Balázs kérdésekkel úgy szivatott, csak mert aki ugye nézett Tribune Show-t eddig, az tudja, hogy Balázs olyan kérdéseket tett. Konkrétan az volt Szaniszló Csabinak a kérdés, ki 500 pontért, ki az AS Róma vezetőedző, én meg mondja meg konkrétan, hogy Buffon hány meccset játszott az élete során, és hát hány hajszában. Illene tudni az öregnek. Na Máté, válasz kérdést. Tehát akkor most legyen kézilabda, 500 ér lehet ilyet? Nem, mert... Azt már játszottam. Gyakorlatilag nem, a kategóriát tudod kiválasztani, és abból kapsz majd egy NBA, NFL vagy kézilabda kérdést. Ja, jó. És akkor most... Válasszál kategóriát és nehézséget. Várjál, mert közben itt vigyá gólka. Ilyen nincs, időt kérek. Nem a kézilabda. Igen. Kategória... Sorolsz fel, kérlek, még egyszer. Videószobában is így szoktad? NFL, NBA, vagy... Forma 1. És nehézség? Legyen 200-es. Rendben. Inszkort. Ugye volt egy finn a Forma 1 történetében, Mika Häkkinen. Így van. Spában megelőzte egyszerre a Schumachert, meg a lekörözöttet. Hány világbajnoki címet szerzett? Kettőt. Csodálatos. Be is írtuk ezt a 200 pontot. Így 200-200 pont van, és ugye tart még az első meccs. Hát ez lehet, hogy már... Lesz. Hát igen, valóban. Akkor éljövök, ugye? Így van. Legyen egy 300-as, az a amerikai NFL, NBA, kézilabda, meg ezek. Jó. 300-as. A magyar férfi kézilabda válogatott edzője, Csama Rodriguez. Játszott játékos pályafutása során Magyarországon. Melyik csapatba játszott? Még egyszer, Máté, elrögtek. Jézus Mária, tehát ez 10 forintos kérdés. Nem hallottam a kérdést, mi a kérdés? Nem pénzre játszunk, várjál. Ja, nem valódi pénz. 10 pontos, akkor így kell. Szóval Csama Rodriguez játszott Magyarországon, melyik csapatban? Új. Na, Veszprém. Tökéletes. És akkor a 300 pontot be is írtuk Takinak. Figyelj, azért majd a végén egy nagy köszönettel. Azért ezt megóvom, azért a kérdések az... De dós nagyon. Hát mivel ezelőtt a Tribune podcastben voltam, és ott kiderült, hogy a szövetségkapitány csapattársam volt. Igen. És nem a Fradiban. Igen. Így azért elég erős volt, hogy egy Veszprémben volt valószínűleg. Figyelni kell ezt. Azért benne van nyilván, hogy vannak kérdések, amik neked kedveznek, de vannak, amik Takinak. Így van. Tehát, hogy... És van a játék. Nagyjából minden. Amit... Mi előző tudtad? Egyelőre 2. Vagy azt mondod, Dramúri, úgyhogy... Jó, figyelek, akkor én ezt az NFL, NBA-s kategóriából szeretnék. 100-ast. 500-as már nincs, ugye? De van, mert mindegyikből 2 van. Ja, akkor dur bele egy 500-as, mert ugye fociban jól állok, akkor... Rendben.
A Chicago Bears egyetlen Super Bowl győzelmének az évszámára lennék kíváncsi. Nyugodtan, telefonos segítség. A Chicago Bears, azt tudom, hogy a Indianapolis Colts ellen elbukták a Super Bowl-t, pedig Devin Hester visszahort egyből a kickoffot, nagyon... Az volt az első sportévés közvetítés, ugye? Az ki volt? Nem az volt. Nem az volt az első Super Bowl, amit közvetítettek? Azt szerintem egy Philly New England volt, Super Bowl döntő, McNabb és Bradyvel. De ezt mondjuk lehet nálam azért ezt picit jobban tudnák. Tehát mikor volt az első jó Super Bowl? Miért röhög Balázs? Ez is egy nehéz kérdés, sajnos azt kell mondjam. Hála Istennek, hogy nem én játszok el. Évtizedet kaphatok azért, vagy ennyi segítség nem jár? És tartom, hogy nem jár. Nem tudom, mi a logika, de nagyon vezet itt a pipával. Évtizedet se jó. Hát most ezt takira bíztam azért most. Legyek jó fej. Jó, akkor legyen 1986. Nem. Hát, ugye, tévedtél 11 évet, de... Hát akkor biztos de nem 2005-ben, akkor 75? 85. 85? Így van. Hát de 86-ot mondtam. Nem 96-ot? Nem. 86. Ja, bocsánat, akkor 8? Egy éve, hát azt megadjuk. Nem. Az tipikus, 250 pont legalább. Azok után, hogy a Csema a csapattársam volt... Keresem a logikát. Na, hát ez van. Egy év... Behulli. Az egy év. Egy évvel rontott. De szép volt egyébként. De a szezon 80... Nem. De majd ezt épp rúgatom. Igen. Azért ilyen ellenfelünk sem volt aki alkudozik. Ennyire, igen. Tehát ennyire a sportolói véna azért megmutatkozik. Igen. De igazából sportolóként te vagy az első, úgyhogy ez egy mérföldkő. Hát igen. Azért micsoda. Taki. Na. Válasz kérdést. Vagy hát kategóriális nehézséget. Taki, igen. Igen. Mindjárt csak abból meg egy volt, jó? legyen forma egy 200. Rendben. 2021-ben volt egy olyan nagy díjunk, ahol Max Verstappen és Lewis Hamilton egymásnak feszült, és kiestek. Többi volt. Mert... Tehát meg én is tudom ezt a választ. Egymás nyakára. Ez Monzába volt, meg én is tudom. Megkapom a 100 pontot. Köszi. Megadom a takinak, ne haragudjál, nem bírtam ki. Volt ugye, amikor összeütköztek Silverstone-ban, meg Monzában, ez volt a kettő nagyon emlékező. Hát de várjál, Silverstone-ban nem esett ki mind a kettő. Hát persze, csak ugye volt az a nagy találkozás, meg Imolában is találkoztak, de Monza volt az a futam, amikor fejreállt minden. Nagyon jó, igazából ez lett volna a kérdés. Na, akkor a 200 pontot beírtuk. De nem Máténak. Nem, Taki is tudta volna, biztos, hogy benne. Hát mindenképp. Bár egyébként tegyük hozzá, hogy ugye a rablás lehetőségét meg akartuk pedzegetni ebben az adásban. De lehet is rablás egyébként. Szerintem hagyjuk Taki. Valahogy pontokat kell szereznem, ha már egy FIFA-ban nem biztos, hogy gyűjteni fogom. Jó, akkor én jövök. Szeretném a Forma 1 300-es kérdésemet. Rendben. Max Verstappennek már 56 győzelme van a pályafutása során. Ez pedig azt jelenti, hogy valahol előkelő helyen hányadik van helyen áll? Az örök ranglistán. Hanyadik helyen szerepel ez az 56-tal? Harmadik. Tú. Várjál. Nem, negyedik. Tehát akkor mi a végül? Negyedik. Hát akkor az első lett volna jobb. Ne! Azt hittem Fangio, de ott olyan kevés futam volt. Hát gondolom Schumacher, Hamilton is, azt hittem Fangio még előtte van. Ügyben Schumacher... Hát a VB címekben nagyon erős Fangio. De nem, most már úgy van, hogy Hamilton ugye 103-mal, Schumacher 91-el, és utána 56-tal igen, áll a harmadik helyen fel. Ki a negyedik egyik? 53-mal Sebastian Vettel. Hát ezt nem írjuk be, pedig amúgy az elején amúgy felkiáltottam, hogy de azt hiszem, az zavarta meg egyébként a Mátét. Én nem tudom. Ez nagy hiba volt, ezt tudnom kellett volna. Na mindegy. Ebből. Még mindig azt mondom, hogy ugyanezért a kategóriáért kapott egy olyan kérdést, hogy ki a csapattársam. De ezt vállalom, ezt tudni kellett volna. Hát. Ugye azért te gyugozolj egy kézilabda, nem annyira nincs szegyűjt a formája meg a főcét.
itthon, legalább valami nagy szerintem, hogy már bocsánat. Ez egy ilyen parádés szereplős, aztán nem tudom, azt mondom, hogy nem. Taki, válasz. Különösebb kategóriát. Taki, te figyelj, a pontokba tudsz már csak nyerni, úgy érzem. Hát igen. Azt mondom, hogy annyira vitatkozik veled, de az kéne... Az öreg Vlahovic. Az kéne kapura lőni a mérkőzésen. Úgy megértem reggelire. De miért jobban lövöm el, amikor bal lába? Én jövök? Igen, te jössz. Akkor legyen NFL, meg NBA, meg kézi, meg ezek. Ah. Jó, és nehézség? 400. 400-ig meg. Ez volt. A magyar... Nem, még nem. A magyar férfi kézilabda válogatott eddig legjobb eredménye nyári olimpiai játékokon a negyedik hely. Igen. De a kérdés, hogy hányszor érte el a válogatott mindezt? Na, végre ez egy jó kérdés. A férfi? És akkor, vagy a női? A férfi. A rablás lehetősége tehát benne van. Nem, nem rabolom el. Nem, mert gondolkodom, mert nők hányszor értük el a negyedik helyet olimpián? De a férfiak, tehát igen, nekem igen, a legjobb igen, eredmény igen, a negyedik, ez segítek igen, azért. Igen, ott a második. De... Ah, de várjál, most gondolkozok, hogy hányszor voltunk negyedikek. Ugye 2012-ben is negyedik volt a csapat, előtte is. 4 vagy 5. De hogy most melyik pontosan? 4. 4? 4, legyen 4. Hát legyen 4. Nem, akkor 4-es kocsi. Nem szabad rá fáradni. Kikacsítok. És mennyit kacsintok? 4-es. Viplajen állodabba. 4-es vagy 5-es kacsintok, az palás. Jó, erjá. Igen, kettő. Tehát ugye a másik leszek. 3, 2, 1. 5. Nem bízzatom át oda. És a válasz helyes. Ez az. Nem. Tudom, hogy benne nem szabad bízni. Úgyhogy ezt is beírjuk, Takinak. Ah, csak új, pontok a szerze fízbe. Én is így. Én bízt FIFA-ben malázni. De kemény. Szerintem ennyire hangsúlyozni. Csáv. Na, Máté. Figyelek. NFL, NBA, nem tudom mi, 400 ér. Rendben, de azért most már ugye majd lesznek olyan kategóriák, ahol elfogynak a kérdések. Így van. De itt még van. Ugye tudjuk, hogy a New England Patriots hatalmas menetelésben volt Tom Bradyvel és Bill Belichickkel az élen. Ki ellen játszották az eddigi utolsó Super Bowl-jukat? Várjál. Atlanta Falcons. Nem. Várjál. Lehet nem rabolni? Nem jelöltem meg. De. Határozottan. Várjál. Megöli. Várjál, átgondolom még egyszer. Ezt tudom, hogy nem, biztosan az Atlanta Falcons, az akkor utána lévő évben volt. Az egyre előtte sem. Sajnos a BL... BL dokument. Ja, hát a Philly ellen. Philly. Akkor ez a végleges? Igen. De a Los Angeles Rams. De hülye vagy. Az a dögunalmas mérkőzés. Sajnálom. Nem tudom, mi van velem. Hát a... Ja, de várj, most el kéne rejtenem, nem? Ja, igen. Szóval, osszoroz. Jé! Az jó, az nem semmit, jó? Hát a várj. Az... Stadion. Polki. Rams, hát gyerekek, a pontok az... az nem tudom, valamiért nem ugrott be. Az 1000 pont az ott lesz valószínűleg nálad. Nálam? Nálad, igen. 4-0 után. Hát 4-0. Jaj, az 1000 pontot fél. Ér. Jó, de hát... De várj, 2 meccset játszok, nem? Igen, igen. Így van. Tehát akkor az 2000 pont. Lehet. Akár egyet. Ja, igen. Igazadban. Kiabáljuk el. Milyen optimista vagy, Taki? Hát figyelj, lehet, hogy altatok. Nem. Ma nagyon nem. Na, Taki, válasz kérdést. Kategóriát és nehézséget. Amúgy van már pontom? Van egyébként. 200 pontom. Ja, Häkkinen, igen. Szép, de mi? Hát alapból hogy került az oda egyenlő?
oda tévedt, nem tudom. De lőttem már kapura a meccset. Lőtte. Nem volt egyértelmű, de mindegy. Na, válasz kategóriát és nézséget. Legyen egy 500, és ez az NFL, nem így tovább. Nagyon tartotok a Forma 1-től. Te szereted. No, nem szeretem. NFL, tehát amerikai kategóriában már 500-as nincsen, se 400-as. Mikor 300. Melyik az a három irányító az NFL-ben, akik vezetik a passzolt yardok örök listáját? Én meg tudjam a Bears történelmet. 500-os volt. Van egy Tom Brady-ing. Megvan. Ez a harmadik. Az én kedvenc irányító. Ó, oh, hogy ne. Vere, ám persze. Te. Peyton Manning. Team Thibodeau. Nem, Team Thibodeau. Peyton Manning. És beírtuk ezt a 300 pontot. Kapaszkodsz, úgyhogy jó lesz. Most ez nagy segítség volt, mert hirtelen nem jutott a szembe. Akkor? Akkor? Hát akkor nekem is megadjuk a hármat. Nem, csak... csak azt mondom, hogy kedves ember vagy. Annyira nem, mert most... De, hagyd ki! De. Ott az öt. Ne, nincs ki, de... Isten! Mint egy barcos Lacit láttam majd. Hát... Annak jobban örültem, mint a bevédést. az fontosabb védés volt, mint ez. Hát szorosabb állás volt. Igen, igen. Egy kicsit nyugodtan játszatok. Túl gyorsak mondjuk a kérdés válaszolásoknál. Addig összeszámolom a pontokat. Jó. Az sok kevés sajnos a pontok. Addig szerez egy gólt, aki létszi. Mert a gól is számít? Nem, de ahogy számít, ma biztosnak. Hát igen. Ez csúfos, nem meg? Jó, lövök egyet. Ah, de ha volt viszont. Én előtt cserénykebb, de... Én is, nekem gyere, nem tudom ki, hogy... Rossz a nevle. Na ez akkor bedobok témát. Úgy. Ugye neked, ha jól tudom, ennek a Colts a kedvenc csapatod. Így van. Nagyon tetszett az off-season-ben a tevékenységük. Szokás szerint pusztulat. Tehát, hogy igazából visszaigazoltak két játékos, leigazoltak senkit, úgy volt, hogy sokáig Sneed az oda megy hozzájuk. Igen, igen. Azt leigazolta nyilván csoportrivális, és semmiért kb. Egy harmadik körös cetliért. Nem is megelfőltem, hogy Chiefs annyi értelem lette. Hát a Chiefs nem tudott nagyon, lehet, hogy még meg is tudtam volna ennyiért tartani, de... Ugye, Justin Fields is nagyon olcsó volt egyébként. Igen, de ugye tavaly draftoltak irányítót, tehát most az... Persze. És leigazol... Joe Flacco, hát igen, a csődör, az igen, elit. Igen, hogyne, a legenda. Én Minshu után kellett egy következő mémgyár. Hát így van. És Richardson-t mennyire kedveled? Hát nem volt még időm nagyon megkedvelni, mert szegény sajnos megsérült. Igen, kórházba játszik inkább. De amúgy nem volt rosszabb a pár meccsen, ami volt. Remélem azért nem egy Robert Griffin karrier lesz, tehát hogy széttörik meg ilyenek. Igen, és kicsit. Igazából az van, hogy a Colts-nak azt érzem, hogy tehát akar valamit, akkor most kellett volna igazolni, mert ugye olyan szerződés, nyilván nem meg utolsó évében van az olyan szerződésnek, de olyan szerződésében van, nagyon elkapója a Pittmanen kívül nincs, Pittman ugye megfizették. Hát igen, de ő nem egy igazi VR1, hanem nekem ő inkább egy jó, hát nagyon jó VR2. Igen, tehát mondjuk sok jó elkapó nem is volt, inkább a drafton lesz majd jó elkapó. Josh Dance, én kedvelem egyébként, de ő egy jó slot elkapó. De hát igen, meg ott van Pierce, meg ilyenek, tehát én azt gondolom, tavaly az, hogy ott voltak a playoff közelében, a Cserek QB-val, az inkább az a rendszernek volt köszönhető, meg az edzőnek. Igen, igen, igen. Úgyhogy... Aj, az hosszan! Ja, tűnjátok, volt. De jó jött. Ősz! Aki az én kapomat láttad már? Igen. Ugye 16-os son kívülről. Ez olyan durva. És te azt mondtad, hogy pár éve játszottál utoljára? Melyiknek? 10. Szerintem kamuzik. Hát ilyen nappal ezen volt. 10 napja játszottál. Nem, tényleg nem. 10 kb. Szóval nem annyira tetszik. Tehát az NFL-be a sztárokat meg kell fizetni. Tehát, hogy néha túl is kell fizetni. Ahhoz, hogy egy Colts-ba elmenjen most egy nagy sztár, akkor túl is kell kicsit fizetni. Igen. És azt gondolom, hogy amíg egy ügyvéd irányítod van, addig belefér a túlfizetés.
És vannak ugye nyilván prémium posztok az NFL-ben, amik most fontosak, és egyszerűen a Colson azt érzem, hogy mindig ott vannak majdnem a legtöbben elkölthető pénzzel, de sose költik el. És nem tudom, mire várnak, miközben már elvesztettek egy Luckot, aki nyilván arra volt felépítve az egész, de ott is az volt, hogy nem igazoltak elé falat, nem igazolt, szét is ütötték szegényt, és akkor abba is hagyta. Tehát nem tudom, mire várnak, miért jó az, hogyha minden évben átvisznek egy csomó, olyan, mint hogy azt sem mondanám, hogy vagy nem tudom, lehet is zsugori a tulaj, nem akarja, de ugye van egy minimum elkölthető, vagy amit muszáj elkölteni, de akkor persze is nem értem, hogy miért nem költik el, hogyha nem azt mondom, hogy költsék el a jövőjüket, de mondjuk amíg olyan szerzés van Richardsonnak, addig lehet még az olyan a melleket. Hát igen, el fog működni, ki hát is tartott tőle, hogy egy olyan játékos, akiben a playmaker benne van, akkor egy váratlanokat húzunk. De neki cornerbackben is bőven elfért volna azt mondani, tehát hogy persze, nyilván hosszabbítottat a Moore-ral a star cornerbackkel. Igen, de ő slotba jobb inkább. Slotba jobb, nagyon igen. Meg Franklinnel, meg legazott Fleckót, meg ilyenek, de nem ettől lesz nyilván Super Bowl esélyes. Így van. Vagy így van. A tender a csapat. Így van, úgyhogy Pittman meg én tényleg nagyon kedvelem, de hogy ő egyedül kevés az, hogy szerint így van, így van. És hát nyilván van egy újonc irányítód, aki mondjuk nyilván nagyon atletikus meg minden, tehát nem biztos, hogy a passzjáték a legerősebb, de mert? Csapatot állítok. Nem számít, de állítok. De visszaszám. Szóval nem biztos, hogy de akkor is muszáj neki fegyvereket adni, mert különben nem lesz ez így jó. De nem tudom, megmondom őszintén, hogy miért csinálják ezt minden évben, de aztán lehet, hogy én nem értek hozzá, sőt, tehát biztos, hogy én nálam is sokkal jobban értenek ők hozzá. Egyszerűen csak ezt a langyos vizet nem annyira szeretem. Tehát, hogyha van pénzed, akkor miért nem próbálsz igazolni, inkább kockáztass aztán, mert nálam az, hogy most bejutsz mondjuk a playoffba, és mész egy kört, vagy besijutsz a playoffba, és nem érsz el semmit, az ugyanaz nálam. Hát tipikus az a korcsapat, akik soha nem rosszak ahhoz, hogy top pickjük legyen a draftban. Igen, vagy kivétel, ritken, hogyha tényleg, amikor szakforlák volt. Igen. De nyilván vagy pont két éve azért nem volt túl jó a Colt, és tudtak is irányító szerezni, de hogy pont egy olyan játékos választottak, aki nagyon keveset játszott egyetemen, most megsérült, kellett volna neki a rengeteg meccsrutin, meg hogy láthassuk, hogy mire képes Richardson, de megsérült. Jól nézett ki, amikor játszott, nyilván voltak nagyon tűnő a nagy hibái, meg dobott a... Hát nyilván olyan, de most egyébként azért megnézzük az idei olyan irányítókat, hát a Stroudon kívül... Hát igen, mindenki az egy... Az elég nagy basztok voltak. Nyilván most egy Young nagyjából olyan volt, mint hogyha én lettem volna elkapó sorba ott a Carolina-ba, meg... De kb. Én, jó, nyilván nálam az a magasabb volt, de... De hogy nyilván sok fegyvert se kapott szegény. Mi van itt? Szóval, ajajaj. Szóval nyilván nem biztos, hogy Richardson befálik. Várjál, valami nem jó nekem. Nézd, a kapusom is kimegy. Ez az én játékosom, nem tudom, mit keresett. Ja, jó, már, oké. Okay. Valamilyen furcsa volt a joystickban. Szóval meglátjuk, hogy milyen lesz. Én mindig bizakodva, és ujjjjjjj. Egyre több fantasy ligába játszom. Balázs, de mit állítottál be a pipát? Egyre több fantasyben vagyok, ami a kedves feleségem idegeire megy nyilván. Sok időt töltesz a fantasyval? Igen, de ide jó szerepelt. Három ligából kettőt megnyertem. A Budai Zoli azt a teremburáját! És vezett, aki... Akkor már kérdésekre kell figyelni. Egyébként... Egyébként gyorsan annyit hadd mondjak el, hogy 1400-1200 taki javára. De úgy nem érzem mondanám, teljesen korrektek, hogy kérdésekkel lehet ezt megnyerni egy FIFA játékban. Figyelj, eddig nem a kérdésekkel nyertem meg a vízjátékot, hanem a FIFA-ban, most más taktikán vagyok. Ki választott utoljára a kérdést? Szerintem a taki a három irányítóval, nem? Igen. Na akkor folytassuk a kérdéseket is. Nyugodtan. Máté, válassz egy kategóriát és nehézséget. 500-as Forma 1. Wow. Rendben. Hát bekockáztatni kell, nem? Így van. Hogy nevezték a Brown GP 2009-es trükkjét, amivel tulajdonképpen behúzták azt az évet? A trükkjét. A trükköt, ami ugye a hátsó tengely környékén. Ne, a perccel, jó!
Van Dijk, ne menjek is boldog. Nyám. Hogy nevezték? Új, ennek volt valami Bece neve? Ennek igazából kettő neve is volt. Ugye ez tulajdonképpen a... Azt tudom, hogy Ross Brown GP-vel Button nyert világbajnokságot. Igen. De azért nem kapsz 500-at. Na, te és... Gegenpressen? Vagy mi a fene van német? Vagy van? Gegenpressen? Az van beállsztájt? Talán kell valami fog elfogadod. Na jó, akkor figyelek. A védekezés egyszerűen szörnyű. Na, tehát ugye a hátsó tengely környékén azon túl a szárnyuk volt valami nagyon jó, nem? Valami ott hátul, de fogalmam sincs, hogy mi. A szárny hát, alatta. És akkor mi, Villám McQueen, vagy mi volt? Raboltam a fontot? Nem raboltam. Várj, akkor elraboltam volna én is a kézilabdát, meg a satot. De azokat tudtam. Hát igen. Vagy rengeteg ilyen kommentet kaptunk, hogy első. A következő alkalom. Jó, nem raboltam. Nem. Meg vagyok fogva, megmondom őszintén. Úgyhogy ezen elgondolkozom, hogy ne tudjon azt, akit egy pontot szerezni. Mi van az autó hátsó tengelye környékén? Diffúzor. Uh-huh. Lehet, hogy jól felett. Tapogatsz. Felét már tudod. Így van. Hát akkor 250-re megelégszik. Milyen volt az a diffúzor? A Balázs, na! Nem elsősről van szó, na! Nem vagy tanító néni. Akad kicsit, nem? Akkor... Pillangódiffúzor! Mit tudom, ilyen diffúzor volt? Nem tudom. Majdnem, mert ugye a pillangónak két szárnya van. Igen, dupla fedeles. Dupla fedeles. Vagy ugye befújt diffúzor. Hát, figyelj gyerekek, ha holnapig itt ülök, se tudtam volna ezt. Megmondom őszintén, de... Vállalom, nem tudtam. De igen, ha Forma 1-es... Emberek biztos azt mondják, hogy ez volt a könnyű 500-ért. Én meg azt mondom, hogy sem a csapattársam volt. Taki, válasz kérdést. Forma 1-ből van 500. Van. Nem, ez, ja nem, kettő van, igen. Akkor elviszem, hogy a Máté ne tudni 500 pontja szerezni. Rendben. Kíváncsi vagyok egy... taktikus... nem volt ez kinek kell rúgni, mi? Nem. Szóval... kíváncsi vagyok egyébként... Máté, te tudod, hogy jó ég, 2-2 az állás. Hát az Liverpool jobban megy, mint legutóbb, nem? Ott a Inter nem túl jó. Hát nem csak az a bár mondjuk jó felvétel előtti Liverpool. Nem beszélünk, nem történnek, nincs róla a bizonyíték. Na, halljuk. A kérdés? 6-5 volt. Igen, 6-0. Ugye Sebastian Vettel egy német úriember. Igen. Melyik az a város, ahol ő született? A szülőváros. Átnevezték rá. Hát jó, de mi volt az eredeti? Nincs itt ütötése van. De van, hát a földrajzi nevek. Milyen helyem? Lehet rabolni? Nem tudod, ne villog. És bemondom, hogy... Hogy? Hogy? Ne. Közben. 3 cseppó. Nem azért, ennyi fizettél a játékosan. Hát amely itt a kérdése idén. 500 forint. Neszkau, ez vakker volt. Na, egy válasz. Nem könyv. Hát mondjad, milyen Mannheim-es, vagy Heim-es ismer. Oké, Heim-et ismerem. Jaja. Az nem lesz az. Hát, fette Heim-e vágon, de nem tudom. És így nem jó a válasz, mert Heppenheim. Szerinted? Dehogy tudtam. Bemondhatod volna. Szerinted? Na. Kapnál egy kérdés gyorsan? Spori, megöli. Látod, lenni is maradt haldok. Ajaj. Tizi! Figyelek, NFL-ből milyen vagy olyan az amerikai sportosból, mik vannak? Kérlek szépen, van még 200 pontos, és a 100 pontosokból kettő is. Akkor legyen egy 200 pontos. Rendben. Sok helyen feltűnik egy neves alakja az NBA-nek, ugye Shaquille O'Neal. Hányszor lett az NBA bajnoka? Ajaj, ajaj, nyújj ez!
Köszönöm. Ez jó, hogy jöjj a csapat. 4. És a válasz helyes. Mekkora mázli. Gyönyörű szép volt. Ezt is beírjuk. Detroit. Egyébként te kinek szurkolsz a Forma 1-ben? Jelen pillanatban Leclercnek és a Ferrarinak, amúgy előtte Raikkonen, Häkkinen, Damon Hill. Damon Hill nagy kedvenc volt. Úgyhogy hát ilyeneknek. Ez jó, jó, jó választások. Bevált Ferrari. Igen, csak az majd szeretem a Ferrarit, de hát amit művelnek néha, az döbbenet. Ez... Nem állsz, Eli? Bár most már egy kicsit javuló tendenciában. Igen, de mondjuk amikor még mondjuk lett is volna esély valamire, az a boxkiállás taktika, meg ilyen szinten, jó, hogy olyan, mint hogyha... 2022. Tényleg, mint a Commodore 64-en tervezik meg ott a az mi? Kirúgtad a Holdra? És figyeld, és pontos, nem érted? Ez kidészünk. Taki, válasz kategóriát és nehézséget. NFL. Mi 100 pontos kérdések vannak már csak. Akkor nem legyen ez 100-es. Ez ugye nem NFL, hanem NBA lesz. Hol született New Yorkon belül Michael Jordan? 100-ért. Hát ez nagyon könnyű. New Yorkban. Hát ezért könnyű. Ja, Manhattan. New York állam, nem New York város. Ja. De se ezzel elloptam. Vagy most... New Jersey. Ne. Nem tudom. Hát Brooklyn. Ja, jó, ja, nem New York, New Yorkban született. De egyébként New Yorkban született, ugye egy városrész, de... Akkor visszavonom. De azt okay. Hittem egyébként félrevezeted. Ilyen szempontból... Nem, de igazából már hány részből áll? Bronx, Queens, Manhattan és Brooklyn. Na, egy New York. Ugye, végig mondtam mindent, amit. Ugye Manhattan az... Oh! Miért nem fogod, hogy egysenek? Tehát Manhattan kiesett. Hát igen, mert azért az... Ott általában a gazdagabbak éltek, és hát valószínűleg nem abból. Tehát Brooklynból származni, az onnan feljönni a csúcsra, azért ez a sztori. Na de akkor, Máté. Mi van még százasok, ugye? Akkor százas ilyen amerikai sportos. Van még 200-as? Nincs, ugye? Nincsen. Akkor hát tulajdonképpen ez az utolsó. Százas NFL-es amerikai sportos kézilabdás egybeleg. Nem tudom, utálni fogtok-e ezért a kérdésed, de melyik az ügyesebbik keze Patrick Mahomesnak? Te jobb. Kicsit. Tökéletes válasz. Még kérdés van. Miért egyébként? Ez egy nagyon érdekes kérdés abból a szempontból, hogy például van-e igen. Balkezes? Van-e balkezobó? Így van. És egyébként azt hozzá kell tenni, hogy rettentően ritka az NFL-ben, hogy valaki balkezes dobóként milyen irányító legyen. Nem, ha hiszem, az. Így van. Na, úgyhogy újabb 100 pontot írtunk be Mátéhoz. Nézted egyébként Máté a Super Bowl-t? Néztem. A Imre Bencénél néztük amúgy egy másik csapattársammal. Nagyon jó Super Bowl volt amúgy. Igen. Most már egy egész jó Super Bowl jelentőben. Igen, nagyon szóvonalasok, nagyon jó volt. Izgalmas. Még nagyon fura volt. Annyi érdekes, ilyen nagyon egyedi történés volt. Hát. Nekem ez volt eddig ilyen. Még az első fél idő nem volt olyan színvonalma. Nem, de ugye szoros volt. Tehát, igen. Nem dölt el. És hát mi újra bebizonyosodott, hogy Mahomes az Blizzard-hoz és zsön. Ennek örömére ugye 4-2 az állás. Egy következő kérdést tessék választani. Takia, nem? Így van. Igen. Ugye már csak Forma 1-es kérdések vannak. Nézzük, mire mész velük. 500-as már nincsen, 400-as. Azt mondtad, csak 100-as van. De az a ugye az NBA-nek előző NBA-nek kategória volt. Ja, én választottam volna. Volt Forma 1, 400. Forma 1, 400. Meg... Hozom ki a... De semmit nem nyom. 2-1 volt neked?
volt. 400-as kérdés volt tehát a Forma 1-ből. Ki volt Lewis Hamilton barátnője akkor, amikor a 2008-as világbajnoki címet behozta? Ez a kérdés. Ugye sokszor láthattuk a képernyőn is. De nem már, ezt én is tudom. Rabolható? Azt beszélt Rubin is, Tablás. Várjál, ez volt a barátnője? Kérdés. Ez egy olyan vagy, ez ilyen... De látod, ebben a játékban ez a szépség, hogy valakinek 100 pontos, valakinek... Máté, jó, tudatosul. Bulvárba? Hát csak őt mutatta a tévé. De hogy ott volt, ott Hamilton mondta is, nem egy kicsit toxikus volt a kapcsolat. Így van. De kíze? De... Talán ilyen 2011-12 körül mentek szégyen. Nyilván kéne törni, de nem is olyan régi idő. Figyelj, Hamiltonnak összesen szerintem egy barátnénél halottál az élete folyamán. A Palmin Barbie petykán kívül. Igen. De arra sem figyeltem, hogy kikerül. Kéne tudni, de... Nem fog egyszerűen bejutni. Akkor mondom, jó? Jó, mondj. Nicole Scherzinger. Tényleg. És ezért te kérsz pontot. Te vagy kapsz? Nem kérem. Mert nem kapsz. Loptam van a dupla dupla. És ugyanott lenné, mint most. Igen. Na, Máté. Tessék. Válasz. Mik vannak? Hány százasok? Százasból van kettő kérdés. Yes. 400-asból van még. Akkor 400-as, kockáztatom. Na. 2022-ben ugye erős volt a Ferrari. Na. Igen. Viszonylag sokan elhittük, hogy harcban lehetnek a világbajnoki címért, de a kérdés az, hogy hány futamgyőzelmet húzott be Charles Leclerc? Leclerc, úristen. Ugye ő volt az, aki talán háromszor is, de kétszer biztosan vezető helyről esett ki a Ferrari megbízhatatlansága miatt. Na, még oda pattan? Ezt a kavugolt! Nem az, hogy mondod, hogy két gólod volt. Na, én Mázi volt. Jó. Hát azt hiszem, az a szezon úgy indult, hogy Leclerc nyert Ausztráliában. Bahreinben. Akkor Ausztráliában indult, nem? Ott Bahreinben indult. Bahreinben indult. Akkor és ott dupla kiesés volt a Red Bullnak. Így van. Figyelj, mi van, Mágnes van a játékosaiban? Új taktikám. Végén még visszahoz végén. Tehát legyen 2. 3. Nagyon közel volt megint. Egyel. Tévesztetted ugye. Úgy volt maga... Tizi. Aztán. Na. Ott legutóbb is jól rúgtam. Bahrein, Jedda és utána Ausztrália. De akkor nézzük a 11-est. Az ő. Én a jó de... Így pedig 6-3 az állás. Nem. De ez a 400 pont, ez nem Mátéhoz. Nem viszem el. Vándorolt. Nehéz. Taki. De jó kérdések vannak, meg kell, hogy dicsérjelek van. Most nagyon tetszik. Nem csak ilyen évszámú. Köszönöm szépen. Múltkor. Ez nagyon jól esik. Mondd Balázs, múltkor szüttem, akkor milyen katasztrofális kérdések vannak. Nyilván nem tetszett, mert nem tudtam. De hogy most... De akkor legalább FIFA-ban nyerte. He? Igen. Ajde. És akkor 200 pontos kérdés maradt. De ezen szépen osztozzatok meg. Igen. Jó. Ajajaj. Nyílik az ajló. Jelentős. Na. FIFA-ban ez nagyon abban én napom. Taki, figyelsz? Nem most jönni, nem most jönni. Hallom a gondolataidat. Juan Manuel Fangio. A Forma 1 történetének második világbajnoka. Igen. Ugye ötszörös világbajnok milyen nemzetiségű? Argentin. Az úriember, nagyszerű, ezt a 100 pontot beírtam. Kell valamit tudom az időt, mert... Majd bedobsz valami témát. Igen. Majd valami Forma 1-eset, vagy maximum én beszélek nyugodtan. Majd még írsz kérdéseket. Fejből azonnal.
Igen, rögtönözve. Na, akkor jöhet az én 100 pontos kérdésem. Milyen motor hajtotta akkor Ayrton Senna-nak az autóit, amikor világbajnok? Honda. És akkor ezt a 100 pontot is beírtuk közben. Mi ez a védelem? Nagy helyzet. Ő fejlesztette, az ő fejlesztésre jött ki a Honda NSX anno. És az egy nagyon-nagyon jó sportautó. A egyensúly fantasztikus volt. Szemmába fejlesztette a Honda. Köszönjük szépen az információt, ha bár nem tudok túllépni azon, hogy 8-3 az állás. Hát, hogy léptük rajta. Azt mondod? Ezt engedd el? Igen. De én már az érdekes adás előttben engedtem. Mármint, hogy így... Ott a hiba. Hát, hogy... Nem, nem. Ah. Mármint, hogy idegeskedjek rajta. Adás előtt elengedted. Staki, te edző vagy. Ezt a gyerekek ne nézzék. Igen, tényleg mindig ezt szoktam mondani. Srácok, nincs olyan egy elvesztett meccs, az utolsó pillanatok küzdeni kell. Így van. És mindig az adószituációból a legtöbbet kell kihozni. Így van. És azért, hogy a futballban mindig van következő mérkőzés, ahol lehet javítani. Csak létszél a 9-et, tehát. Ne pereszünk. Balázs, inga, dobd be egy. Jó? Ez túl sokat lesz. Akkor beszéljünk a befújt. Balázs, milyen volt a Ferrari? Hol a védelmem? Te. Az egy fergeteges. De felkelti reggel? Balázs volt. Bevallom őszintén nem. Te ciki! Balázs fel. Bevallom őszintén nem. Azért mondom, hogy nagyon ciki. Nagyon rosszul adottam előtte, úgyhogy... Na, mi mit álmodtál? Már rossz. Azt, hogy kikaptál FIFA-ban. Lehet, hogy én is ezzel álmodom, majd rémálmaimban előjön ez a mérkőzés. De hogy ott elveszíted a labdát, tehát majd sem be. Taki ezután gyakorolni. Na, azért mondom, de amikor egymás... Jó, és mit? Nem, épp hogy nyertem csak. De valamit tudsz válaszolni, Taki, bármire? Na, de visszatérve a formájára... Még az első meccsen jól válaszoltam. Visszatérve a Form 1-es kérdésedre, Taki, ami nem ér semmi pontos sajnos. Ne! Azt a... Ki a stadionba? Nem, az... Nem, szó szóval szerintem cserélszél. A Ferrari győzelme, nem tudom titeket, hogy érintett, de engem fenomenálisan. Na jó, én nem láttam a futamot. Nem láttad, utólag se nézted vissza? Ne haragudj, semmit nem nézek utólag vissza. Tehát, hogy akkor is nyert volna a Verstappen, nem esik ki? Szerintem egyébként igen. Mert igen, tempó alapján benne van. Nagy csata lett volna, igazi kivicsöp előtt van. Ez biztos. Szerintem várjuk meg ezzel a következő futamot. Én azt mondom. Nyilván, tehát én is azt mondom egyébként, hogy még mindig, a harmadik futamon vagyunk túl, de még mindig nem látunk olyan versenyt, olyan kiki harcot, ami olyan körülmények... De azért nem látta kiki harcot, mert a Verstappen berakta egyesbe és elindult, és nem láttad többet. Tehát, hogy nem azért nem láttad, mert bárkinek baja lett volna, hanem egyszerűen a Verstappen annyival jobb volt, mint mindenki más. Meg de érdekes, hogy Pereznek mennyi nem volt tempója most. Igen, sőt, azt tudnotok kell, hogy körönként fél másodperccel volt rosszabb átlagosan. De alapból az időmérén ötödik lett, nem? Csak vagy hányadik? Hát ugye... Ja, nem, második. Második. Csak ugye ki kellett cserélni, vagy feltartotta a Hülkenbergöt, nem? Igen. És kapott nem, három. Nem, volt, harmadik volt, és kapott harmadik, egy három rajta. Igen, rajt igen. Jó, de ez Pereztől még mindig gyenge, tehát, hogy most azért egy jó, de egyébként amíg a második helyeket hozza az első két futamon, szerintem egyébként jól teljesít ez, vagy legalább igen, az a másodhegedűs szerepet tökéletesen nézve. Csak az ugye tavaly is megvolt. Hát azért nem. Hát a szezonnali részében. Tavaly ők küzdött a középmezőnnyel. Most igen, csak a tavalyi szezon elején ott ugye két győzelmet is behúzott. A szezon elején jó. Míg most tavaly, szerintem igen. ebben a szezonban nincsen esélye egy győzelemre. Igen. Tehát, hogy... Én továbbra is azt mondom, hogy ez egy nem lesz túl izgi, baby. Valószínűleg igen, meg valószínűleg... De azon múlik, hogy a Ferrari és a McLaren hogyan tud fejleszteni, főleg nyilván egyébként szerintem a Ferrari fejlesztési üteme. Imádom, hogy még hisz benne. Szerintem 2022-ben azt te. Szép vagy. Gratulálunk. 9. Szerintem abba hagyhatjátok. Szóval én 2022-ben olyan szinten elhittem, hogy a Ferrari megnyerheti Charles Leclerc-el. Az utána ez nagy arcú csapás lehet. De gondoljatok bele, hogy nekem akkor volt az esküvőm, akkor... És mit gondoltál, hogy akkor az miközben a Forma 1-hez? Az életem szempontjából. Ja, értem. És már csak egy Ferrari VB győzelem hiányzott, ugye? Akkor ez a tökéletes. Tudom, milyen napra rakt az esküvét? Amikor
BL döntő volt, és monzai futam voltam? Monaco volt. Monaco volt, fú. Na jó, de nász tudtam visszanézni, ez tök jó. Feleséget visszatom. Ő kipihente az esküvő fáradalmait. 9-4 az állás. Ez egy gólzáporos meccs. Igen. Majdnem egy kézilabda meccsot látunk. Hát egy vízilabdának elmele már. Igen. Szóval visszatérve akkor elhittem, de, de kár volt. De akkor, ha akkor elhitted, akkor most hogy tudod még elhinni? Nem tudom. Azért, mert tavaly, a tavalyi szezonban volt egy olyan reménysugár, hogy na jó, akkor Fernando Alonso-nak szurkolunk. De most nincsen Fernando Alonso, van egy második Ferrari. De figyelj, nem érzed te is úgy, hogy már mindent kitalálsz, csak hogy még nézd a Forma 1-et? Tehát, hogy már mindent kitalálsz, csak hogy még izgalmas legyen a Forma 1? Nekem egyébként izgalmas, mert belátok a színfalak mögé, és elképesztően jó a sok politizálás, a pilótáknak a... Nézed a CL. A keringője, tessék. Ez a CL. Valós politikát, sosem, fú, nem szeretem. Szóval, nem tudom. Nyilván jó a színfalak mögött, meg stb., de engem az érdekel, hogy mi van a pályán. Nyilván, tehát azért... És végső soron az, így a Verstappen ennyire jó, az annyira nem izgi. Igen. Egyébként kit néznél meg nagyon szívesen a Red Bull-ba Verstappen mellett. Ugye pletykálják most Sainz, hogy nagyon jól teljesít, és akkor akár lehetőséget is kaphat. Alonso pletykálják. Szerintem Verstappen most nem csak a legjobb autóban ül, hanem a legjobb pilóta is. Az egyetértve szerintem is. Tehát, hogy vagy hogy mondjam, ez az autó, ezzel a párossal így a legjobb. Igen. Tehát, hogy érte, hogy biztos nagyon fekszik neki a Red Bull, úgy fejlesztik, úgy csinálnak mindent, hogy neki jó legyen. De, és szerintem kicsit a Red Bull az olyan, mint régen a Ferrari. Tehát, hogy, vagy akár most is, hogy van első számú pilóta, van második számú. Tehát, hogy ott sose lesz szerintem két azonos pilóta. Marad Perez? Nem feltétlenül, csak hogy azt mondom, hogy attól függetlenül, ha bárki megy oda, a Verstappen lesz az alfa, és utána jön majd a másik. Igen, de egyébként nyilván az a kérdés, hogy így van. Meg nyilván az a kérdés, hogy ugye, hogyha Horner marad, akkor mennyire lehetséges az, hogy... Amúgy én ennyire nem látok bele, de mondjuk egy csapatfőnöknek, mint mondjuk a Hornernek, mennyire fontos a szerepe egy csapatnál? Tehát Newey-nak nyilván a tervezés, stb. Biztos egyik legfontosabb, de mondjuk egy csapatfőnöknek mennyire fontos? Nézd meg a Ferrari-nak a 2022-es szezonját, és nézd meg a Ferrari-nak a működését most. Mattia Binotto egyedül a technikai oldalhoz értett. Én ezt értem, de ott a technika se volt adott, míg a Red Bullnál a technika az adott. És kezdett javuló tendenciát mutatni, csak egyszerűen a nyomás az elvét. Minden áron ebbe a 2022-be kapaszkodsz. Nem, én a 2007-ben kapaszkodok, amikor az utolsó VB címet sikerült behúzni. Rájkőn, a kicsi Kimi. Így van. Nem tudom, egyébként szoktátok követni Kimi Rájkőnennek például azt a karrier szálát, hogy most éppen a fiát, Robint próbálja. Nem, kifejezetten tehetséges a gokárdban. Igen. Nem, ez ennél nagy, van több életem van. Nem, ennyire nem követem, csak viccelök, ennyire... Na. Köszönöm szépen. Jobb oldal. Biztos? Épp volt. Csak egy hajszállal. Picit, igen. Ajtam pics. Milyen vendége szervezetszön. Szóval nem tudom. Én nem látok bele ennyire, hogy mennyire fontos a csapatfőnök. Szerintem a jó a technika. Nyilván fontos a csapatfőnök, hogy milyen a légkör, stb. De a teljesítményhez sokkal többet tesz hozzá egy jó tervezőmérnök, mint a csapatfőnök. Tehát én nem gondolom, hogy a Red Bullból elmenne a Horner, akkor a Red Bull gyengébb lenne, de elmegy a Newey, akkor sokkal gyengébbnek gondolná. Hát meg nagyon sokan ott vannak még a Red Bullnál. A Red Bull azért ennyire jó, mert nem csak a versenycsapat, hanem a gyári csapat is ennyire erős, és olyan autót gyár. És nyilván Horner egy nagyon fontos egyébként pont. Egyébként is sokat lőttük kapura. Meg sokat passzoltál. Igen, most mi igaztál? Igen, nagyon sokat passzoltam, és milyen sikeres voltam vele. Így van. Én 11-est is kihagytam. Igen, valóban. De hogyha megnézzük az... Ja, nem, az az előző meccs volt. Ha megnézzük az izgédet, az egy szép. Az izgéd, az hol van? A negyedik. Jaj. Igen. A tiéd 3,8, tehát te felül teljesített. Én alul. Vagy nem, én is felülben hülye vagyok. Igen. Szép.
Igazából... Milyen sok szerelésem volt? Így van. 83. Nézd meg. Igazából... A statisztikák vannak. Igen. Igazából... Na, de szerintem én akkor bejelentem a végeredményt, ami úgy zárult, hogy a vendég oldalra billent ez a győzelem 2600-zal. Lékai Máté győzedelmeskedett ebben a Tribune Show-ban, és 1500 ponttal Taki a második helyen. Még egyszer. Nagyon gratulálok. Őszintén, teljes jó. Dupla diffúzoros, befúvós, bár Honda. Kinek ajánlod ezt a győzelmet? A családomnak szeretném megköszönni, hogy támogattak, elengedtek ide, eljöttem hozzátok, és játszhattam egy kis PlayStation-on, egy kis FIFA-t. IFC. Na, ennyire vagyok lemaradva, hogy azt sem tudom, hogy ez IFC. Szóval a lényeg az, hogy köszönöm mindenkinek, aki támogatott, és létrejöltött ez. Köszönöm szépen. Te nagyban támogattad. Nagyon sokat támogattalak. De amúgy a előző meccseinkben mik voltak az eredmények? Már most így elmondtad nekem nagyjából, de hogy ott ilyen szoros meccsek voltak? Nagyon, figyelj, ki meccs volt. Ja, hogy már mint a Szaniszló Csabival játszottam, ott egyet nyert ő, egyet én, 5-3-ra nyertem én, 5-3-ra nyert ő, Nessájjal ilyen 4-3 meccseket játszottunk egymás ellen. Balázsra szintén szoros meccset játszottunk, a Balázs pedig a Harasztjádival játszott, ott egyszer nyert nagyon simán a Balázs, és egyszer pedig volt ott a büntetők. Úgyhogy ilyen sima vendéggyőzelem, te vagy az első. Köszönöm szépen. Ez egy jó végszó. Gondoltam. Így van. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy most is velünk tartottatok, kövessetek minket, hiszen megpróbálunk egyre nagyobb neveket, sztárokat, sportolókat, műsorvezetőket majd megjátszatni és legyőzni. Azok később jönnek. Ez ma nem sikerült, Lékai Máténak pedig nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt is velünk tartott. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Sziasztok.